hidrogén előállítását és a hidrogén égését, azt, hogy aközben víz keletkezik, azt fogjuk most megfigyelni. A hidrogént egy gázfejlesztő készülékkel állítjuk elő, amely két részből áll. A gázfejlesztő készüléknek van egy alsó része, egy gömblombik, és ebben a gömblombikban cinklemezeket helyeztünk el. A cinklemezek, hogyha sósavat engedünk rájuk, akkor hidrogént fejlesztenek. A hidrogén feljön a gömblombiknak, vagy a gázfejlesztő készüléknek a felső részébe, és ezen a fölön távozik. A távozó hidrogénnel azt csinálunk, amit akarunk, felfogjuk, akár meg is gyújtjuk, meg is fogom gyújtani, megvizsgáljuk az égését. A felső kis csapos töltséből tehát ráengedem a sósavat. A cinkre pezsgés következtében hidrogén fejlődését fogjuk tapasztalni. Amint látod, már buborékol, tehát a pezsgés itt megtörténik, ott pedig a hidrogén távozik. Adok neki sósavat, hadd fejlődjön a hidrogén. Jó. A fejlődő hidrogén most még a kísérlet elején, mivel ebben a lombikban ugye először még levegő is volt, levegővel keveredett hidrogén jön ki itt, ezt még én itt nem gyújthatom meg, mert különben az egész felrobbanna. Ezt úgy hívják még, hogy durranó gáz. Hogy tényleg jön-e tiszta hidrogén, pedig még durranó gáz, azt úgy mutatom be, hogy egy vízzel telt kincsövet elengedek a fejlődő gázzal. Kincső szájjal végre gyufát tartok. Ha egy ilyen sivító hangot ad, ami a nagy robbanás következménye, akkor még durranó gáz van benne, akkor még a hidrogént nem jó a végén meggyűjteni, mert visszarobbanott. Eléggé visszapukkant, amint láttuk, nem egy szép finom pukkanással durrant, ezért még várok. Még egyszer megnézem, elvégzem a durranógáz próbát, tehát a vízzel telt kéncsövet elengedem a kijövő gázzal, ami reményeim szerint most már tiszta hidrogén, vagyis most már csak egy nagyon pici pukkanással fog, és nem egy nagyobb hanggal fog elégni. Megnézzük. Már csak egy pici pukkanás volt, ez most már valószínűleg csak tiszta hidrogén. Ilyenkor már hidrogént meggyújthatom, mert én még látjuk, hogy kapcsolja le a villany. Jobban lássuk a hidrogén égését. Köszönöm. És a hidrogént itt egy pici bukkanással megjutottam. Látod, hogy eleinte egy nagyon láthatatlan, színtelen, alig világító lámpa éget, majd később besárgul. Most el is aludt, mert valami vízcseppet kapott, de majd mindjárt még egyszer. Figyeljetek, hogy először a világító lámpa, így majd a láng később besárgul. Ennek az a magyarázata, hogy a hidrogén, amikor elég, akkor egy alig világító, nagyon kék lámpa ég, és attól sárgul be, hogy az üvegcső, aminek a végén ég, ez nátron üveg, és a nátriumnak a lángfestését láttuk egyébként. A hidrogén nyugodtan ég, ilyenkor már nem robbant be, nem szaladt végig a durranógáz a palackig, és még azt is meg tudjuk mutatni, hogy a hidrogén tényleg vízzé ég el, egy száraz pohár, ami hideg, fölé kerül a láng fölé, akkor azonnal láthatjuk, és most már villám kérnénk vissza, hogy bepárásodott a pohár, vagyis a keletkező vízgőz lecsapódott. A hidrogén tényleg vízzé égett el, mert a hidrogén ég, és akkor lecsapódott a keletkező vízgőz hideg pohár falára. A durranógázt esetleg még egyszer megnézhetjük. Most úgy csinálom meg, hogy tényleg durranógáz legyen, és még nagyobb a durranyom, hogy félig engedem levegővel, és ahhoz keverem hozzá a kijövő hidrogén. Így egészen biztosan levegő és hidrogén keverékét kaptam. Ha ezt gyújtom meg, akkor ennek már
tényleg egy nagyobb robbanásról kell robbania. Ez a durranógáz. Igazából a legkevesebb robbanást a hidrogén oxigén 2-1 arányú elegyek adnák. Én erre most annyira nem vigyáztam, hogy milyen az arány, hidrogén levegő arányból nagyjából egy-egy volt, de azért fog az durrani. A kémcső és fütyülő halmazatot, mint egy pálsír tulajdonképpen a hirtelen tágoló gázok miatt elégett a hidrogén csak egy hevesebb égéssel, robbanással. A hidrogénnek a folyamatos lassú égése és a robbanás között egyébként kémiailag is van különbség. Itt kovalens kötések szakadnak föl szépen lassan, és keletkeznek újak. Itt pedig úgynevezett ötös láncreakció zajlik le, az adja a robbanást, de erről majd később beszélgetünk még.